Betonmederben csordogál a víz kismányokon az út melletti vízelvezető árokban. Néhány hónapja adták át a terület és településfejlesztési operatív programból megvalósított közel 21 millió forintos fejlesztést. A kivitelezés és a pályázat benyújtása között hónapok teltek el, ami jelentősen megdrágította a beruházást. 15-20%-kal drágultak az építőanyagok az elmúlt évhez képest. Amikor évvégén megnyertük a pályázatokat, ugye akkor már el lehetett számítani. Tehát én azt gondolom, minden önkormányzatot ez nagyon megterhelt, köztük kismányokat is. Kismányokon a plusz kiadásokat az előző évből megmaradt 4 millió forintos megtakarításból még ki tudta fizetni az önkormányzat. Sok településen viszont komoly gondot jelent a drágulás. Ezeknek az önkormányzatoknak kínál segítséget az OTP. Egyes beszélések szerint egyébként a projektköltségek és a valós kivitelezési költségek között országosan több száz milliárd forintnyi rés kínálkozik. Így van ez egyébként Tolna megyébe, és mi úgy gondoljuk, hogy körülbelül 6 milliárd forintos gap mutatkozik. A tényleges költségek és a pályázatban jóváhagyott költségek között. A TOP programok koordinációjáért felelős Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondja, az ország legtőkeerősebb pénzintézete olyan anyagi biztonságot tud nyújtani a települések önkormányzatainak, amit érdemes lehet kihasználni. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen erős pénzintézet az jó, ha az ember háta mögött ott van, hiszen az életben nem lehet kiszámítani mindent, hogy mi következik az elkövetkező időben, és emiatt hasznos, hogyha tudunk valahova nyúlni, tudunk egy tőkét találni, egy pénzerőt, ami a fejlesztéseinket lehetővé teszi. Szakértők szerint egyébként az önkormányzati fejlesztések kivitelezési árai a pályázatok benyújtása óta legalább 25-30%-ot drágultak. Országosan ez nagyjából 100 milliárd forint többletkiadást okoz a településeknek.